Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket itt a Klik TV Mévészi műsorában, és köszöntöm Tüttő Kata, főpolgármester helyettes asszony. Bár nem így kellett volna kezdenem, megcserélhetjük a szerepünket? Hát jó, hogy kérdezek én ma? Hát igen, kérdezem. Mert ugye úgy hallom, hogy pályát választ, vagy téveszt, vagy új irányba indul. Elkezdtem kísérletezni. Igen. Ugye én szerintem a nézők ezt lehet, hogy nem tudják, mert erről nem nagyon szoktam beszélni, de én magam nagy podcast fogyasztó vagyok, most már évek óta, és belevágtam én is a sajátomba. Ma volt az első ilyen felvétel, és nyilván én azért nem nagyon tértem el a saját világomtól, hiszen az önkormányzatok szeretném egy kicsit közelebb hozni. Az önkormányzatokat, vagy azokat a személyeket, akikkel leül beszélgetni? Magát az önkormányzatiságot. Ugye nekem vannak ilyen állításaim, mint mindenhol szoktam ilyen állításokat tenni, hogy az önkormányzatok a demokráciának egy nagyon-nagyon fontos pilléreit jelentik, hogy egy demokrácia tartalékként kell rá gondolni. Olyan laborok, ahonnan innováció jön ki, az önkormányzati vezetés is kormányzás, ahol lehet egy másik utat mutatni, egy politikai iskola is, az együttműködésnek is egy nagyon-nagyon fontos tanulópályája, lehet kísérletezni új dolgokkal, és egyébként az önkormányzatok ugye az a szint, ahol végrehajtunk nagyon-nagyon sok döntést. Legyen szó európai közösségi döntésről, mondjuk hulladékban, biodiverzitásban, vízügyben, és ugye ezt szeretném megmutatni, hogy milyen vezetőink vannak, és hogy mindig van erről vita. Hogy egyébként, hogy tök mindegy valakik szerint, hogy ki vezet egy várost, mert hogy ez egy ilyen szakma, persze a politikai szakma, bizonyos értelemben, csak más, sok iskolát kell hozzá kijárni, de hogy tök mindegy ki vezeti, mert hogy ugyanúgy kell kátyúzni Szombathelyen, meg Pécset, meg Budapesten, tehát hogy most nem mindegy, hogy ki vezeti a várost. És hát ugye egyáltalán nem mindegy. Még szoktam mondani, hogy a vezetői képességek ugye akkor derülnek ki igazán, amikor új helyzetekkel találjuk magunkat szemben, nem tankönyvi helyzetekkel, nem az a nehéz vezetői döntés, amikor pénzt kell szétosztani, az a nehéz vezetői döntés. Az se könnyű egyébként, amikor válság jön, számos értődéssel jár. Persze, de azért azt mindig mindenki jobban szeret szalagot átvágni, meg mindenki jobban szeret adni, mint kitalálni egy nehéz helyzetben, hogy vészeljük át. Mindjárt beszélünk erről a nehéz helyzetről, de még egy kicsit provokálom. Szóval, hogy úgy veszem észre, hogy kicsit benfentes vagyok ebben a történetben, ezért merek ilyeneket megengedni magamnak, hogy tutira megy olyan, ahogy ismerem a terveit és a valóságot. Nemény Andrást szólaltatta meg először ezen a podcasten, tehát egy sikeres, most jelent meg, hogy 64% esélye van, hogy újra megnyeri a választásokat jövő nyáron, vagy jövő nyár elején. Őrsi Gergely is a tárban van, vagy a csőben van, ahogy szokták mondani. Nagyon-nagyon jókat mondanak róla. Hát jó polgármester is. Igen, Tóth József, aki szintén a tervek között szerepel, hogy egy olyan polgármester, aki hát mondjuk a legrégebben, most már Pásztor Béla nincsen, tehát ő a legrégebbi polgármester, azt gondolom, és nagyon-nagyon sikeres Angyalföldön. Szóval tutira megy? Nem, bizonyos értelemben persze, hiszen van egy hipotézisem, szeretném alátámasztani, és nyilván olyan vezetőket választok, akik ezt a hipotézist, hogy az önkormányzatok, a helyi vezetések, nagyon fontos demokrácia tartalékuk, és egyébként egyszer innen lehet újjáépíteni a magyar demokráciát. De nyilván ezek az első választásaim, vagy beszélgetőtársaim azért is fontosak, mert ők baloldali polgármesterek. És ugye ez a másik állításom, hogy nem mindegy, hogy egy fideszes vezetése van egy településnek, vagy mondjuk magát egy baloldalinak valló vezetése van, mert hogy nagyon más eszköztárból dolgozik az, aki... Mi a különbség? Csak különbség lehet, de hogy kit védünk először. Tehát, hogy amikor jön szembe egy válság, akkor szokott lenni erre egy olyan eszköztár, hogy jó, akkor elveszünk, megszorítunk, munkahelyek vesznek el, akkor az érdekegyeztetés sokan félreteszik, akkor a támogatásokat elveszik. Ugye mondok néhány válságot, ami szembe jött. Ugye az első ilyen az a elmúlt... saját praxisából. Hát a sajátunkból. Azt kell mondjam, a sajátunkból. Tehát az elmúlt 4 év önkormányzati vezetéséből
csak válságok jöttek szembe. Tehát, hogy nekünk a bő évtizedből nem sok jutott, ugye 2019 végén választottak meg engem is, meg például Nemény Andrást, akivel ma beszélgettem. És hát mivel kezdtünk, egy pandémiával kezdtünk, egy olyan ismeretlen helyzettel, amire nem volt saját megoldási mintánk, de másoknak se. Tehát, hogy hiába beszélgettünk volna olyanokkal, akik 20 éve polgármesterek, nekik se volt. És ugye ebben a helyzetben ki az, aki felelősséget vállalt, és ki az, aki mondjuk a kormányzatra mutatott, hogy ő helyben nem hoz döntést, majd a kormány eldönti. Nézzünk példákat, ugye? Még azt mondta a magyar kormány, hogy nem kell maszkot viselni. Kiírták az összes egészségügyi intézménybe, hogy egészséges ember ne is hordjon maszkot. Mi csináltunk a fővárosba, vagy Szombathely mit lépett erre, saját maga állított elő maszkokat a helyi varrodával, kiosztotta a lakosságnak. A kormány azt mondta, hogy nem kell tesztelni. Budapest ingyenes tesztprogramot biztosított. Amikor a kormány úgy döntött, hogy mindenféle papír és tudományos alap nélkül az időseket fogja beoltani a kínai vakcinával, akkor mi azt mondtuk, hogy nézzük meg, mert mi felelősek vagyunk, nem elhárítjuk a felelősséget, hanem magunkra vállaljuk, mi hozunk ebben döntést, nézzük meg, hogy tényleg működik-e. És kiderült, hogy a 60 év fölöttieknél nem jól működött a kínai vakcina. Amikor a kormányzat megszüntette az érdekegyeztetést az országban, akkor Budapest egy érdekegyeztető fórumot hozott létre. Bérmegállapodást kötöttünk. Mi azt mondtuk, hogy a válságban a munkahelyeket megvédjük, a közszolgáltatásokat megvédjük. Ez a legfontosabb. És ez egy baloldali válasz. Amikor a kormány hétszeresére emelte a gázárat, a lakossági gázárat, akkor Budapest rezsitámogatást biztosított. Ugye mi előre mentünk az energiaválságban is. Ugye rajtam nevetgélt a kormányzati sajtó, itt is el szoktam mondani, pont egy évvel ezelőtt energiaügyben, amikor kiálltam és mondtam, a budapesti városvezetés, hogy kell gondolkozzunk az energiáról, energiabiztonságról, az épületek szigeteléséről, spórolnunk kell, mert baj lesz. Rajtam nevettek, hogy mekkora hülyeség. Igen, és akkor egy hónap múlva jött a válasz. Most ugye vízügyben jöttem előre, tehát hogy nagyon-nagyon más az, amikor az ember felelősséget vállal, és nem úgy reagál, hogy oké, az önkormányzat, majd a kormány megmondja a véleményét, megvárja, hogy mit döntött a pártközpont, meg a kormányzat, és nem húz magára ügyeket, nem vállal felelősséget, nem megy előre, nem vállal konfliktust. Én ebben látok érdemi kérdést, meg hát az is, hogy mi prioritás, ugye? 2019 végén Magyarországon első településként Budapest mondta, hogy kell a klímaváltozásról nem csak beszélni, de hogy kell erre cselekvési terv. Klímavészhelyzetet hirdettünk, ugye ebben is elég sok támadásért. Ugye felvetettük azt, hogy igenis újra kell gondoljuk azt, hogy a közterületeinket kik használják. Mert ugye a közösségi tereink, amiket együtt tartunk fent, adóbevételekből, ezek ugye azt a célt szolgálják alapjába véve, hogy összekössék a benne élőket. És az, hogy valamit építettünk 50-70-100 évvel ezelőtt, ezt néha újra kell gondolni, hogy jól működik-e, betölti azt a funkcióját, hogy összeköti az ott élőket. A legtöbb európai város ezt csinálja, az autóutakat, a parkolóhelyeket, újra tervezi, újra gondolja a város szövetét, hogy a benne élőket szolgálja. Ugye változik az is, hogy kik laknak a városainkban. Egyre több a 65 év felettieknek a száma, akik egész más igények. Mennyire jut el a hangjuk most a podcasttól függetlenül egyébként, és remélem, hogy a podcast majd eléri a célját, hogy ezek a beszélgetések egyrészt Üttőkatát is még közelebb viszik majd az emberekhez, meg akiket megszólaltad. De hogy mennyire jutnak el ezek a gondolatok az emberekhez, mert miközben lehet, hogy túl sok jobboldali sajtót olvasok, például ma éppen azt olvasom, hogy szóljon már valaki Karácsony Gergelynek, hogy felveri a gaz a fővárost, mintha egyébként ez feltétlenül az ő dolga lenne, az nyilván az ő dolga is. Csak hogy ez a lejárató kampány, a gaz is Tüttőkatán is, hogyha olyan helyzetbe kerül, akkor biztos kiválasztott célpont lesz, és Karácsony Gergelyen múlik. Szóval, hogy ezt érti a kérdést, el lehet-e jutni az emberekhez? Mert minden erről beszél, hogy el kell kövessünk. Ugye én mindig vissza szoktam magamban is idézni, a nyilvánosság előtt is néha beépítem, hogy a Teller Edének volt egy nagyon jó megközelítése a pesszimizmus és az optimizmus kapcsán. Ugye ki a pesszimista ember, akinek általában igaza van, csak nincs benne öröme.
És ki az optimista? Az optimista azt gondolja, hogy a jövő bizonytalan, ezért mindent elkövet, hogy a jövő jobb legyen. Ugye én egy optimista ember vagyok, szoktuk mondani, valószínűleg kötelességünk is egy vezetőnek optimistának lennie. Tehát azt tesszük, amiről azt gondoljuk, hogy a jövőt jobb irányba formálja, függetlenül attól, hogy milyen támadás érkezik. Tehát csináljuk a dolgunkat, csináljuk, amiben hiszünk, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos értéke az önkormányzatoknak is. A budapesti városvezetés elmúlt 4 évében, én ezt mindenképpen az egyik legfontosabbnak tartom, hogy nem azért tettük a dolgunkat, mert azt vártuk, hogy meg fog érte dicsérni a kormány sajtó, hanem azt tettük, amiben hiszünk. Jó, nem... És ennek a visszaigazolása megérkezik. Tehát mindegy, hogy mit ír a propaganda sajtó, Budapesten a megválasztott főpolgármestert most úgy tűnik, hogy újra választanák a budapestiek. Mert azt teszi, amit mond. És akkor is teszi, amikor olyan támadások és hazugság jön szembe, ami egyébként nehezen elviselhető. De hát ugye ez van-e taktika az ilyen állításokkal szemben, amikor mindent ráhúzunk, mondjuk a főváros nyakába, azt mondjuk, hogy amivel egyébként azt gondolom, hogy jelentős részben egyébként a kerületek dolga, hogy gaz van. Tehát, hogy csak azért, mert hogy ez egy mai állítás volt a magyar nemzetben. Nem. Hát ugye a fű az olyan, hogy az így nő. Igen, ezt tudjuk. És a gaz is. És ugye, ha eső esik, akkor gyorsabban nő, ha nem esik eső, akkor meg lassabban is. Ugye ebben is nagy változást értünk el. A ciklus elején csomóan gúnyolódtak rajtunk a vadvirágos rétek miatt, a köznapi mélegelők miatt. És aztán eltelt 2 nyár, és kiderült, hogy azokon a területeken, ahol nem vágtuk 2 centisre a növényzetet, hanem meghagytuk, egyrészt megjelentek a vadvirágok, mert volt idejük magzani, ott maradt a mag, ki tudott nőni, idő kellett neki. Másrészt azok a területek nem száradtak ki az asszályban, mert védte a növény a földet a kiszáradástól. Szebb is, egészségesebb is egyébként, takarékosabb is. Tehát a főkert pont most lépett érdemben a robotizáció útjára, tehát vett is a fővárosi önkormányzat új robotfűnyírógépeket, ezek működnek, ez volt szerencsém múlt héten kipróbálni. Nyilván mindig lesz olyan terület, ahol magas éppen a, főleg, hogyha sok eső esik, de hát előbb-utóbb sorra kerül, de hogy állandóan ott legyen valaki egy fűkaszával, szuper lenne, nem csak pénz kérdése, de azon is múlik, hogy azért szerintem itt lehet, hogy erről nem beszéltünk sokat, de hogy nem könnyű munkavállalókat találni ilyen, mert ez nem egy könnyű feladat. Tehát azért kint lenni a tűzőnapon, nyáron kaszálni, ez nem nincs benne a top 10 keresett munkahelyben. És egyébként egész Budapest, de Magyarországon látom, hogy nem csak Budapest küzd azzal, hogy a közszolgáltatásokban találjon embert, aki dolgozik, legyen szó buszvezetőről, legyen szó arról, aki kukásautót vezet, vagy hulladékot menedzsel bármilyen módon, vagy kaszál, vagy akár a temetőben sírtás. Ezek nem könnyű munkák, nem könnyű rá találni olyat, aki ezt szívesen végzi. Ezért is nagyon fontos az automatizáció, tehát, hogy ami nem elveszi a munkát, csak megkönnyíti. Tehát ugye pont azt néztem, hogy ez egy ilyen új távirányítós robot fűnyíró, ez megkönnyíti, kell hozzá ember, mert kell valaki, aki irányítja, de itt már nem az van, hogy fizikailag kell egy gépet, egy nehéz gépet mozgatni, hanem egy távirányítóval ezt megkönnyíti. És ezzel talán vonzóbb is lehet, nem azt mondom, hogy bekerül a top 10 vágyott állás. De az, hogy egyébként, hogyha már ezt említette, de látom a trolik meg a buszoknak az oldalán, hogy 700 ezer forintos bruttó fizetést ajánlanak 700 ezer forint fölött, ami azért elég szép fizetés, tehát mondjuk a Népszavánál nincs ilyen fizetés az újságíróknak. Ez egyébként vonza? Tehát, hogy akkor ekkora fizetés már jó? Folyamatos járművezető hiánnyal küzd a buszágazat. Egyébként tehát a magánszféra is küzd, és nyilván mindenki egymástól viszi el. Ilyen szempontból a Volánbusz, a BKV, meg a BKK buszos alvállalkozója egymást is kanibalizálja, ami nem jó.
De ugye az alapprobléma az, hogy nincs elég ember, és ugye most ezt látni fogjuk az akkumulátorgyáraknál. Mert ugye szoktuk mondani, három dolog biztosan nagyon kell az akkumulátorgyárakhoz, már ha kell Magyarországra ilyen. Kell hozzá áram, ami nem biztos, hogy van elég. Kell hozzá víz, amiről tudjuk, hogy nincsen elég, és nincs is meg hozzá hálózat. Az árazást azt meghagyjuk, és munkaerő. És ugye ebből a háromból egyik sem áll elegendő rendelkezésre. Én, ahogy látom, a kormányzat abban gondolkozik, hogy Ázsiából hozott gyakorlatilag rabszolgákat erre a feladatra. Konténervárosokat építenek, családjuktól elszakítva, kultúrájuktól elszakítva, hoznak ide, terveznek idehozni embereket. Ugye vannak is már ilyen üzemek, akik ázsiai dolgozókkal dolgoznak. Ez szerintem a legborzasztóbb. Ha jól láttam, egyébként a fővároshoz is kopogtattak az alvállalkozóhoz ilyen típusú, ja, nem emberkereskedők, hanem munkaerőközvetítők, csak ugye nekem ez azért a nagyjából a rabszolgatartással egyenértékű az, ami ezt jelenti, hogy elhoznak ide embereket a családjuktól távol, elszeparálva konténervárosokba. Tehát nyelvet nem beszélnek. Ez az az irány, amibe nem szabad elmenni, és amíg én itt főpolgármester helyettes vagyok, mi biztos nem is megyünk el ebbe az irányba. Erről majd belekapaszkodom ebben, hogy ameddig főpolgármester helyettes, mert feladja az ígyszert nekem, de hát a mandátumom még... októberig tart, jövő októberig. Egyébként nem feltételezve, de csak játszva a gondolattal, hogy rossz játék, hozzáteszem. Tehát, hogyha történetesen másként alakul a választás, és reméljük mondom, még egyszer nem alakul másként, jövő júniusban, akkor milyen mandátumuk van valóságosan? Mert szerintem egy totális excess állapotot hoztak létre, hogy majd októberben lesz váltás akkor. Hát ez egy nagyon izgalmas helyzet, igen, hiszen úgy azt találta ki a Fidesz, hogy júniusban van a választás, de magát, a mandátumot, az eredeti mandátumot nem is rövidíthetik le. Az pedig ugye októberig tart. És mindenki fél ettől a helyzettől. Tehát ezt pártállástól függetlenül, minden polgár, csak egyfélem nem beszélnek róla annyit, de minden polgármesterben okoz azért ez aggodalmat, hogy akkor mi történik, hogy lehet így vezetni, hogy az ember tudja, hogy már nem ő van, de mégis ő van. Vagy ha ő van, csak a testülete változott meg, és már nem tud olyan döntéseket hozni. Ez nem egy egészséges döntés, és ezért szoktam mondani, hogy mennyivel jobb lenne, ha lenne több olyan politikus a kormányban, a Fidesz vezetésében, aki ismeri ezt az önkormányzati világot, és érti, és látja ennek az értékeit, és nem egy minisztériumi főosztálynak tekinti. Hát más célok vezérlik nyilván a kormányzatot. A vízügyet említette több ponton is a beszélgetésünkben, és ugye napokban jelent meg önnel egy interjú a Népszava, ami tulajdonképpen egy ajkiáltás volt, hogy olyan elképesztő állapotok vannak, amit az emberek nem is gondolnak, hogy milyen szörnyűek a vezetékek, amik a föld alatt vannak, lyukadnak ki, nem, és hogy 15 évre elegen, tehát 15 évnyi feladat volna ennek a kicserélése, és halaszthatatlan a munka, és mégsem haladnak előre, mert a kormány ezügyben hát olyan árazást állapított meg, ami csak a veszteséget növeli. Ez a jajkiáltás hova jut el? 2020 óta beszélek erről a nyilvánosság előtt. Nem könnyű ebben átütni az inger küszöböt. Amit mindig elmondok, hogy érthető legyen, hogy elsősorban, amit én várok most a kormányzattól, hogy ne kelljen a gyógyszergyáraknak veszteséggel ivóvizet adni. Nem csak a gyógyszergyárak, nem akarom őket csak kivenni ebbe a körből, de ugye ma az a helyzet 10 éve, hogy a kormány egy pillanatban rögzítette azt az árat is, amiért a gazdasági szereplőknek kell az ivóvizet adni. Az 10 évvel ezelőtt még egy normális ár volt, de 10 éve nem változott. Csak a költségek, tehát csak az a költség, amiben az ivóvíz kitermelése, a csökön való eljuttatása, ugye iszonyatosan energiaigényes a víz kitermelés, a víz eljuttatása a Szentendrei szigetről, ugye el kell vigyük Csepelig. Tehát azért ez nem egy egyszerű feladat, és nem is olcsó. Az ár viszont nem változott, és ugye a gazdaság, és nem is a lakosság, nem is a lakossági a kérdés, mert az, hogy a lakosság
kapjon támogatott áron vizet, ezzel mi egyetértünk. Szerintem az ivóvízhez mindenkinek joga van, tehát az hozzá kell, hogy férjen. De az, hogy olyan gazdasági társaságok, akik közben nagy nyereséget érnek el, használnak rengeteg vizet, benzinkutak, szállodák, nagy uszodákat üzemeltető, nemzeti sportközpont, gyógyszergyárak, erőművek, az a helyzet, hogy ott profit termelődik, rengeteg vizet használnak el, és a vesztesség pedig itt marad nálunk a köznél. És egy két ágon marad itt a vesztesség. Egyrésztről van egy pénzbeli olyan vesztesség, hogy az áramszámlát se fedezi néha az a díj, amit beszedünk mondjuk a benzinkutaktól az ivóvízért. Ezt oda kell tenni a közös adóforintokból. Ugye el kellene venni a közlekedésből, a közvilágításból, a kaszálásból. Egyikünk sem gondolja, hogy a kaszálásból kellene elvenni pénzt azért, hogy egyébként az profitként csapódjon mondjuk egy erőműnél, amelyik nagyon-nagyon sok vizet használ. A másik ára, amit megfizetünk, hogy gyakorlatilag mindenki azon spórolt, az ország összes vízműve, amint tudott, ez a cső rekonstrukció. Mert ugye ezek a csövek nem örökké működnek. Van egy pont, amikor elfárad ez az anyag. Van, amelyik cső bírja 100 évig, van olyan cső, sajnos még van olyan cső, ami 120 éves, nem tudjuk, meddig bírja még, de van olyan cső, ami már 50-60 évesen is tönkre megy. Ezeket cserélni kell. Ugye 5000 kilométer ilyen csővel biztosítja a fővárosi víz, meg Budapest és az agglomerációi részének az ellátását. Teljesen szerintem, aki egy kicsit belegondol, az érti, hogy ezeknek egy részét minden évben ki kell cserélni. Nem 5000 kilométer, de azért 70-et. Most 0 forint jut arra, hogy a meglévő hálózatot életbe tartsuk, és közben én is kapom a leveleket, hogy van olyan terület még, ahol még nincs is vezetékes ivóvíz. Budapesten is van ilyen. Vannak olyan új, nem biztos, hogy teljesen tervszerűen felépített lakóövezetek, ahol a mai napig nincs vezetékes víz. Vagy az agglomerációban is látjuk. Ugye az agglomeráció népessége jelentősen megnőtt, nagyon sokan költöztek Budapest környékére, csak éppen nem épült meg hozzá az út, nem épült meg hozzá az víz, nem épült meg hozzá a csatorna, nem épült meg hozzá a szennyvíztisztító kapacitás, és most kellene megépíteni. Csak hogy az a kérdés, hogy ezt kiépítse meg. És ugye erre mondtam azt, hogy ennek kell legyen több lába. Kell támogatni a lakossági vízhez jutást. Ez egyértelmű. De az ipar, az fizesse meg egyébként azt, amibe ez kerül. Mert ugye nem tudott nekem erre senki egy normális érvet mondani, hogy miért nem. De a harmadik része, hogy azért ezt a vezetékhálózatot a köz építette föl. Közös, persze a köz, az mindig adóforintot jelent a nap végén. Tehát nincs olyan, hogy valami távoli közkassza, ami önmaga nyomtatja a pénzt. Tehát a közös adóforintokból is kell ebbe tenni. Az Európai Unió egyébként tesz ebbe pénzt. De hát nyilván az európai közösség is azt mondja, hogy azért a saját házatokban, a saját vízvezetéket miért ő fizesse? Miért a szomszéd fizesse azt, ami az én házamban vezeték? Tehát van ebben igazság. Egy, hogy keretes szerkezetű legyen a dolog, hogyha Tüttő Kata most Tüttő Katával készítene podcastot, akkor feltenné neki azt a kérdést, hogy mi lesz az Európai Parlamenti képviselőségével és az Európa Parlamenti választásokkal? Feltenné? Nem, mert ugye én direkt olyan kérdéseket teszek föl, amit túlmutat a napi pártpolitikán, a napi választásokon, a napi közvéleménykutatáson. Pont olyan dolgokat szeretnék behozni a podcastbe, ami egy ilyen hosszabb távú gondolkodásról szól, és igaz lehet egy év múlva is, két év múlva is, meg akár 10 év múlva. Akkor most ezt a kérdést nem firtatjuk. Tüttő Kata, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget. Önnek is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.